Isten igéjét olvasom, Pál első levele Timóteushoz 3, a gyülekezet vezetőiről. Igaz ez a mondás, ha valaki gyülekezeti vezető szeretne lenni, jó dolgot kíván. Ezeknek a vezetőknek azonban úgy kell élniük, hogy senki se kritizálhassa őket jogosan. Az ilyen férfi legyen hűséges egyetlen feleségéhez, legyen bölcs, fegyelmezett, tiszteletre méltó, vendégszerető és jó tanító. Nem lehet részeges, kötekedő, verekedő. Vagy olyan, aki a pénzt szereti, hanem legyen szelíd és békés természetű. Legyen igazi családfő, nevelje a gyermekeit engedelmességre és szüleik iránti tiszteletre. Hiszen ha valaki a saját családját sem tudja kormányozni, hogy lenne képes akkor gondot viselni a helyi gyülekezetre, amely Istené? Ne legyen gyülekezeti vezető olyan, aki még csak nem régen kezdte el Jézust követni. Az ilyen ugyanis könnyen beképzelt és büszke lesz, és ugyanolyan ítélet alá kerülhet, mint a sátán. Fontos, hogy a gyülekezeti vezetőnek a gyülekezeten kívüliek között is jó híre legyen. Ha megfelel ezeknek a követelményeknek, akkor nem fogják kritizálni, és nem esik a sátán csapdájába. A diakonusokról hasonlóképpen a diakonusok is olyan férfiak legyenek, akiknek tekintélyük van mások előtt. Ne legyenek kétszínűek, részegesek, ne akarjanak csalással meggazdagodni. Hűséggel ragaszkodjanak a hit titkához, amelyet Isten megismertetett velünk, és tartsák tisztán a lelkiismeretüket. Előbb ki kell próbálni őket, és csak akkor végezzék ezt a szolgálatot, ha megbízhatónak bizonyultak. Hasonlóképpen a nők esetében is követelmény, hogy mások szemében tiszteletre méltóak legyenek, ne pletykáljanak, hanem legyenek józan gondolkodásúak, és minden tekintetben megbízhatóak. A diakónusok is legyenek hűségesek egyetlen feleségükhöz, gyermekeiket és családjukat jól irányítsák. Akik folyamatosan jól végzik diakonus szolgálatukat, megbecsülést szereznek maguknak, és a Krisztus Jézusban való hitük megerősödik. Nézzük meg. A gyülekezeti vezetők a szómagyarázatban, a gyülekezeti vezetők. Tehát nem egy emberről beszélünk, még ha ezt félre is magyarázzák, hanem itt olvasom. A gyülekezeti vezetők az új szövetség idején a helyi gyülekezet vezetőinek csoportja, amelyek általában idősebb férfiakból állt. Egyéb elnevezések felvigyázók, vének. Tehát csoportja. Nézzük meg, mi a diakónus. Görög szó jelentése szolga, a helyi gyülekezet által annak tagjai közül kiválasztott, különleges szolgálattal megbízott személy. Tehát még egyszer mondom, hogy vének csoportja vezeti a gyülekezetet, és vannak diakónusok. És ugye itt nagyon fontos, hogy ahogy mondja az ige, hogy hogyha olyan ember kerül vezető pozícióba, aki nemrég fogadta be Jézust, akkor könnyen felfúvalkodik, és azt mondja, itt nagyon keményen mondja az ige, hogy abba a csapdába esik, amiben a sátán. Itt arra utal, úgy gondolom, hogy ugye a sátán az fölemelte magát, és beképzelt lett, és tulajdonképpen, ahogy írja ugye az Ezékiel meg Ézsaiásnál, hogy fölé akarta helyezni magát, és már egy ilyen Istennek akarta magát beállítani. Na, ilyenek a dőfös vezetők, hogy szinte istenként olyan tekintélyt akarnak maguknak, hogy odaállnak Isten is az ember közé. Na, az ilyenek, ezek már sátáni, tehát sátáni megkísérti őket, hogy ők nagy emberek. Az igazi jó vezetők azok alázatosak, és nem sunnyognak. Tehát amit itt olvastunk. Nagyon fontos, hogy itt azt mondja az ige, hogy itt így fontos, hogy a gyülekezeti vezetőnek a gyülekezeten kívüliek között is jó híre legyen. Nézzük meg mondjuk Pál apostolt. Apostolként is nem szégyelte azt, hogy még dolgozott, sátorkészítőként is. Abszolút nem volt pénzsóvárgó, nem épített magának luxus nyaralókat, nem élt vissza az anyagiakkal,
és ezért nem adott helyet az ördögnek, de viszont olyan vezetők vannak, hogy folyamatosan azt hallod a világba, hogy székakasként ilyen politikai oldalon áll, aztán a másik oldalon áll, aztán, hogy milyen vagyont halmoz fel, ilyen vállalkozás, olyan vagyon, ilyen luxus, ilyen hamis tanítás, akkor ez nem felel meg ennek. És itt is a diakonusoknál is nézzétek megint, hogy azt mondja, ne akarjanak csalással meggazdagodni. Tehát itt a vezetőknél, itt azt látom, hogy az ige mindig kiemeli, hogy mivel ezzel vissza lehet élni, és általában amivel vissza lehet élni, az a némelyek vissza is élnek. Tehát, hogy a hatalom korrumpál, a minden nagyobb hatalom annál jobban korrumpál. Tehát, hogy természetesen, ha valóban hiteles vének vannak, akkor ők nem engedik be ezt a szellemet, hogy korruptak legyenek. De minél kevesebb ember vezet egy gyülekezetet, annál nagyobb az esélye, hogy beképzelődik. És én is tapasztaltam olyat egyébként, hogy átéltem, hogy egy nagyon frissen megtért ember elkezdett úgy viselkedni, mint a vezető lenne, okoskodott, tehát vezetői szerepre tört, és nem tisztelt az időseket. De utána mondjuk volt olyan, hogy szerencsére ez az ember bocsánatot kért. Mert volt egy, tehát ő belátott dolgokat. És én azt se tartom jónak, amikor fiatal keresztények rögtön már úgy gondolják, hogy olyan nagy látásuk van, meg minden, hogy már ilyen hosszú tanító videókat osztanak meg, meg élő videókat, meg így kérdésekre válaszolnak, meg ilyenek. Ez szerintem, ez megint egy ilyen büszke ego. Tehát, hogy aki nemrég tért meg, az figyelje azokat, akik már régóta az Úrba járnak, idősebbek, vének. Persze lehet bizonságot tenni meg minden, csak itt már az van, hogy mindenki már azt gondolja magáról szintén, vagyis nagyon sokan azt gondolják magukról, hogy tehát utánozzák azokat, akik már régebben megtértek, és esetleg tanítók, vagy ilyesmi. És az utánzásból fakad tényleg az, hogy sokszor olyan tekintélybe akarják magukat látni, ami nincsen meg, és úgy viselkednek. Ilyen izgágán mindig okoskodnak, tehát eleve szerintem azt kell mondani, hogy az ilyen okoskodó, szóharcokba szenvedő, ilyen izgága, az mutatja, hogy igazából ott még az ego, meg a büszkeség, vagy lehet, hogy ilyen narcisztikus személyiség. Meg az ilyen okos, hogy mindig okosabb, tehát én is találkoztam olyannal, most már nevet nem mondanék újra, mert nem érdemes, hogy egy nálam később megtért ember úgy viselkedett, hogy teljesen olyan tekintélyként akart föllépni, hogy ráadásul tévtanítást is mondott, és valamiért beleképzelte magát egy ilyen vezetői dologba. Mondjuk az is igaz, hogy sokszor követnek olyan embereket is, akik elég agilisak, eléggé úgymond nagy a szájuk, meg minden, és akkor ilyen, akiknek olyan a lelki világa, hogy mindenképpen ilyen vezetőket keresnek, azok sokszor követik az ilyen embereket, és egy ilyen 20-30-40-50 fős csoportot olyan emberek is ki tudnak alakítani, vagy akár nagyobbat, akik beképzeltek, meg narcisztikusak, mert vannak olyan személyek, akik meg elvetettebbek, meg ilyen nem olyan erős személyiségek esetleg, és azoknak meg kell egy ilyen, tehát mindahogy a falkába is, vagy a nyájba is, hogy van egy falka vezér, úgymond, de itt nem így kéne lenni, tehát itt kipróbált embernek, bölcsnek, vénnek kell lenni, és én kicsit furának tartom azt is, hogy tényleg sokszor elterjed, hogy ilyen tinédzserek is, vagy ilyen 20 évesek is már sokszor csoportokat, gyülekezeteket vezetnek. És most nem arról beszélek, hogy én fiúsági segítő, meg ilyesmi, hanem valamikor ilyen fiatal srácok már időseket pásztorolgatnak. De hát hogyan? Hát akinek nincsen tapasztalata az életbe, meg mit tudom én, tehát most hogyan ad az tanácsot? Hát az is érdekes, amikor olyat is látok, hogy olyan ember, akinek mondjuk jó, lehet mindenre példa, vagyis lehetnek kivételek, de olyan ember, aki életében mondjuk nem volt egy, tehát nincs családja semmi, és akkor arról tanít, hogy a párkapcsolat, és nincs neki párja, tehát hogy akkor párkapcsolatról most jó, értem, hogy elvileg lehet egy látása, de a gyakorlat, meg ugyanúgy van, aki arról tanít, hogy gyógyulás, meg démonűzés, és közben ő maga is esetleg olyan problémákkal küzd, hogy nem tudja gyakorlatba átültetni. Tehát csak beszél róla.
meg van, aki az alázatról beszél, és közben büszketed. A gyakorlat mindig többet mond a cselekedet, mert az is igaz, hogy kijön az emberből, hogy mi van. Tehát nekem is volt egy példa, hogy beszéltem például egy emberről, a régi keresztény, de megkeseredett szerintem valamilyen szinten, hogy imádkozni kell. És egy hosszabb beszélgetés után kiderült, hogy mi van a szívébe. Hogy pénzt szereti, hogy igazából nem tartozik sehova, nem tanítványoz, hogy tehát kijön a szívből. Kijön a szívből. A szívbőségéből szól a száj. Én ezért szeretek, hogyha emberekkel megismerkedek, akkor nem egy felszínesen próbálom megtartani, hanem jobb megismerni egy embert mélységébe, és akkor utána kiderül, hogy érdemes-e, vagy hogy az Úrtól van-e. És volt olyan, hogy először úgy tűnt, hogy jaj, jó lesz az az emberrel együtt menni, jó lesz vele közösen imádkozni, meg szolgálni, és akkor utána rögtön, amikor mélyebben elmélyült a kapcsolat, kiderült, hogy hoppá-hoppá, más van a szívében. És ez nem az, hogy most én megítéltem, mert nyilván van elég baj az embereknek, meg sokszor ezek az emberek rossz családból jönnek, meg elvetettség, meg minden, meg csalódottság, meg természetesen mindenki küzd dolgokkal, tehát én nem azt mondom, hogy én ilyen elért, tehát hogy én nem azt mondom, hogy van olyan ember, akinek nincsen esetleg problémás oldala, vagy amivel küzd. Nem erről beszélek, csak van, akinél nagyon kiütközik, hogy szavakban ígérget, hogy ó, persze, csináljuk, megyünk evangelizálni, imacsoport, és így tovább, és akkor kiderül, hogy inkább mondjuk szeret inkább jobban otthon lenni, és filmeket nézni, vagy meg akar inni veled egy sört, de már imádkozni nem akar, tehát ilyen van, csak akkor ez nem fog tudni menni, mert azt mondja az ige, hogy mennek a ketten együtt, hanem egyeztek meg egymással. Tehát annak hosszú távon nincs értelme, hogy valaki csak szájhős, meg hogy vonszolni magunk után. Persze van, akit segíteni kell, meg minden, van, akit kell egy ideig húzni magunkkal, de akkor ha engedi. De hogyha csak, tehát én azt mondom, hogy legyen az ember őszinte. Hogyha valakinek nincs a szívébe, akkor mondja meg, csak ugye az emberek sokszor úgy vannak vele, hogy azt cikinek érzik bevallani, hogy igazából többet számít nekik egy világi film, mint egy jó ima alkalom. Ezt nem vallja be, de ugyanakkor onnan kiderül, hogyha soha nem ér rá, hanem azt kiderül, hogy nem is volt programja, csak otthon nézte a filmeket. Hát megteheti, szóval nem kell a másik hitén nem is lehet uralkodni, meg nem kell másokat egre céloztatni állandóan. Valószínűleg besérült ember, és nyalogatja a sebeit, az is lehet. Úgyhogy mondjuk én is volt, hogy régebben voltak konfrontáltam ilyen dolgokkal, amiben volt igazság, de ha azt veszük, nem feltétlenül, tehát ha csak az ember konfrontál, akkor nem mindig ér el eredményt, mert az emberben meg ott van az, ugye, hogyha valamit mondanak, akkor annál jobban behúzza a kéziféket. Tehát nyektetni embereket, hogy figyelj, gyere már imádkozni, gyere már evangozni, az sokszor nem működik, mert ha nincs a szívébe, akkor kívülről, úgy érzi, hogy kívülről van erőltetve. Ezért jobb letisztázni ezeket, hogy megismerni egy embert, hogy mi van a szívében, mit akar. És hogy itt nem kell, tehát ez ki fog jönni. Először lehet, hogy még félreismerünk valakit, de hosszabb beszélgetéseket kell meg megismerni, és akkor ki fog jönni a szívéből. Egy ideig lehet fölhúzni egy állarcot, de mondjuk nyomás alatt, vagy egy hosszabb együttlét alatt kijönnek a dolgok. Ahogy ugye párkapcsolatban is, ugye van olyan, aki mondjuk azt mondja, hogy én ezt, tehát eljátsza mondjuk akár egy férfi, vagy akár egy nő, hogy ő ilyen gáláns lovag, mondjuk egy férfi, meg úriember, meg egy nő is eljátsz, hogy ő ilyen alázatos, szelíd, meg kedves, meg minden, és úgy is tűnik először, vagy egy férfinél is, hogy először ilyen kedves nőhöz, meg virágot vesz, meg mit tudom én, és amikor már hosszabb ide együtt vannak, akkor kiderül, hogy ez egy állarc is. Tehát van, amikor kiderül, hogy persze kiderül mindenkinek, hogy nem olyan ideális, nyilván senki nem ideális, hanem de hogy kiderül, hogy esetleg ez egy teljes állarc volt, és ez csak egy manipulációs dolog volt, hogy teljesen más a természete. És hát akkor itt bizony bejön az, hogy más képet mutat magáról, mint aki. Én jobban szeretem az én őszintébb, tehát jobban szeretem az őszinte embereket, akik nem akarnak manipulálni azzal, hogy megjátsszák magukat. Az is igaz mondjuk, hogy sokszor ez a megjátszás, ez nem rossz, tehát ez azért van, mert az emberben van ez a kettőség, hogy van a újjászületett természete, amiben ott van, hogy kell, hogy imádkozni, hogy összejönni, hogy csinálni,
És viszont ott van sokszor az emberekben azok a sérülések, azok az régi dolgok, a testi természet, és akkor ezekben egy ilyen kettősséget él meg az ember esetleg. Hogy egyik részről szeretne tényleg egy jó, odaszánt, hiteles ember lenni, de érzi azt is, hogy húzza vissza. Tehát tényleg konkrétan tapasztaltam olyat, hogy ima alkalomra jöttünk össze emberekkel, és akkor, hogy hát akkor most inkább ne imádkozzunk, most inkább ígyunk meg, most nem feltétlenül sört van, vagy együnk egy pizzaszeletet, vagy tehát ez egyszer nem probléma, de hogyha valaki ne azt látott, hogy ima alkalomra gyűltek össze, és mindig elterelődik a dolog, mert valahogy úgy terelődnek a dolgok, hogy nem lesz abból egy komoly ima alkalom, hanem mindig csak valahogy jaj, most fáradt, jaj, most szomjas, jaj, most ez ilyen nem, tehát nézzünk szembe akkor, hogy igazából nem akar ő ma alkalmat csinálni. És az a helyzet, hogy sokan nem hitegetnek, tehát nekem azzal van már bajom, hogy sok ember úgy van, hogy jaj, ez lesz, az lesz, majd így van, megcsináljuk a csoportot, megcsináljuk az alkalmat, megcsináljuk ezt, megcsináljuk azt, és amikor konkrétan ott van, vagy mondjuk kibéreltünk egy helyet, és jöjjön, akkor jaj, de kell mindig jönni? Hát miért, mi az, hogy kell? Ez nem kényszer. Tehát nekem több olyan ismerősöm volt, és ez tényleg Isten áldja meg őket, és tényleg gyógyítsa meg őket, hogy azt beszéltük, hogy jaj, de jó lenne, ha lenne egy kis helyiségünk, ahol össze lehetne jönni, ahol lehetne imádkozni, dicsőíteni. És amikor meglett ez a hely, mert sikerült kibérelni, mert az Úr megáldotta, és jöttek emberek, akik tényleg nem tudtuk, de anyagilag volt, akik fölvállalt, hogy támogatja az egészet, mert 3000 forint volt egy óra. Szép helyen, egy helyiség. És amikor szóltam ezeknek az ismerősöknek, testvérek, barátoknak, hogy itt van a hely, hogy gyertek, és akkor csak két hetente egyszer vagyunk meg. És nem. Tehát sokan nem. És nem azért, mert nem ér rá, hanem jaj, majd megyek, meg... Tehát itt kiderültek, tehát mindig a valóság kihozza. Tehát beszédben azt mondja ige is, hogy a nyelv az olyan, hogy nagy dolgokkal kérkedik. Hogy a nyelvben, beszédben sokan nagyon nagy hangemberek, meg beszédben sokan topon vannak, meg így van tesókám, úgy van tesókám, de amikor ott van a valóság, amikor tenni kéne valamit, és tényleg az Úr áldja meg ezeket az embereket is, mert azt mondja az ige is, az utolsó időkben sokan elszakadnak, magukat szeretők, kérkedők, kevélyek, meg tudom azt is, hogy sok baja van az embereknek, és tudom azt is, hogy aki olyan helyzetben van, hogy nehéz élete van, mert az is igaz, hogy itt egy-két ismerősömre most eszembe jutott, hogy van, akinek nagyon nehéz, mert olyan családi problémák, vagy tragédiák érték, vagy olyan élethelyzetben van, hogy tényleg rengeteget kell dolgoznia, tehát én megértem, csak akkor mondja meg nyíltan, de egyébként én még azt is megértem valahol, hogy valaki így megjátsza, hogy ő, persze ő ezt akarja, de aztán amikor oda kerül, akkor meg már elfáradt, meg igazából van, aki nem olyan erős a hitbe, van, aki gyengébb tesó. Nem kell, igazából én azt mondom most így lezárásképpen, hogy imádkozni kell értük, nem kell neheztelni, és az Úr ki fogja munkálni a dolgokat, és akikkel pedig az embernek együtt kell menetelni, azokkal úgyis össze fogja hozni az Úr az embert. És ezért nem kell aggódni, hogyha esetleg szétmentek csoportok, vagy valaki eljött egy gyülekezetből, vagy nem tudom, az Úr majd kimunkálja, és adni fog embereket, és csak lényeg az, hogy maradjunk kapcsolatba továbbra is elsősorban az Úrral, tehát ne keseredjünk meg, és öröm és hálaadás is legyen. Amen.